Reménységfesztivál. 4 éves előkészület után rendezték meg a Magyarországi Keresztény Egyházak és a Billy Graham Evangelizációs Társaság együttműködésében június 1-e és 3-a között a Paplászló Budapest Sportarénában. Több pécsi egyház tagja is részt vettek ezen a 3 napos fesztiválon. Magyarországnak szüksége van a reménységre. Szüksége van egy olyan reménységre, amelyet nem mi találunk ki, hanem amely több nálunk. Másrészt szüksége van az összefogásra, és ebben a rendezvényben a magyarországi egyházak a Billy Graham Evangelizációs Társasággal egy széleskörű együttműködésben van. Harmadsorban szükségünk van a jó hírre, az evangéliumra, amely megváltoztatja az embereknek a szívét, az embereknek az életét. Úgyhogy ezért, ezekért gondoltunk erre a fesztiválra. Ön is tagja az 1000 tagú énekkarnak. Miért döntött úgy, hogy szeretne részese lenni ennek az énekkarnak? Nagyon-nagyon szeretek énekelni, és úgy gondoltam, hogy ez is egy alkalom arra, hogy Istent dicsőítsem, és szerintem egy nagyon nagyszerű alkalom az, hogy 1000 emberrel együtt énekeljek és együtt dicsőítsem az Urat, és az a vágyam, hogy minél több ember meghallja a rajtuk keresztül, amit énekelünk, az ének szövegeken keresztül az Úr Jézus hangját. Hogyan jött létre végül is ez a fesztivál? 4 évvel ezelőtt adhattam át Franklin Grahamnek Temesváron a magyarországi egyházak meghívását. A baptista egyház kezdeményezésére magyarországi keresztény egyházak vezetőinek az együttműködésével, támogatásával meghívhattuk őket, hogy jöjjenek, segítsenek itt Magyarországon ebben a rendezvényben, és abban, hogy a magyarországi emberek számára a reménység üzenetét és Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdessük. Úgyhogy azóta, 4 év óta nagyon-nagyon sok beszélgetés, nagyon sok előkészület és egy hatalmas-hatalmas szervező gárda, önkéntes csapat dolgozott azon, hogy mindez a rendezvény létrejöhessen. Milyen programokon vehetnek részt azok, akik ide ellátogatnak? Ma este van tulajdonképpen a záró esemény, a 3 napos fesztiválnak a záró estéje. Ez egy hosszú, mondhatnánk úgy non-stop program, nagyon sok, nagyon izgalmas részlettel. Egyrészt külföldi énekesek és zenészek szolgálnak, énekelnek, tesznek az életükről tanúságot, olyan emberek, akik egyébként világszerte ismertek a zenéjükről, az életükről. Másrészt Magyarországról is kértünk fel, mint például a Bojki együttest, Bojki fiúkat, vagy a Szemerindi Bernadettet, mint szólistát. De itt lesz és énekel ez az 1000 fős kórus is a zenekarral, 50 fős szimfonikus zenekarral együtt. Szóval nagyon gazdag estének nézünk ma is elébe, és természetesen Franklin Graham pedig az evangélium üzenetét fogja tolmácsolni nekünk. You see, the Bible tells us that God so loved the world that he gave his only begotten son. A Biblia azt mondja nekünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jesus said, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father but by me. Jézus ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Our sins separate us from God. A mi bűneink azok, amik elválasztanak bennünket az Istentől. But God sent his son Jesus Christ to this earth on a rescue mission. De Isten elküldte az ő fiát Jézus Krisztust erre a földre, hogy megmentsem. His purpose for coming was to seek and to save those that are lost.
Az ő célja, ami miatt eljött erre a földre, az volt, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. When Jesus Christ came to this earth, he took your sins to the cross. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor magára vette a te bűneidet, hogy felvigye a keresztre. And on the cross he shed his blood and he died for your sins. És ott a kereszten kiontotta az ő vérét, és meghalt a te bűneidért. He was buried for your sins. Eltemették a te bűneidért. But on the third day God raised his son to life. De a harmadik napon Isten feltámasztotta az ő fiát, életre keltette őt. Jesus Christ is not dead. Jézus Krisztus nem halott. He's alive, he's here tonight. Él, és itt van ma este is. He'll forgive you tonight. És meg fog bocsátani neked ma He'll este is. Cleanse your sins tonight. És meg fog tisztítani a te bűneidtől ma este is. If you're willing to receive him by faith into your heart and into your life. Ha hajlandó vagy befogadni őt a szívedbe, az életedbe hitáltal. Jesus said, I am the way. Jézus azt mondta, én vagyok az út. He said, I am the truth. Én vagyok az igazság. No man comes to the Father but by me. Senki sem mehet az atyához, csak is általam. And I'm going to invite you in a few moments, you prepare to come. És nem sokára erre foglak hívni, készüljetek rá. Ahogy említette is, ez a harmadik nap. Kaptak-e valamilyen visszajelzést ezzel kapcsolatban? Tegnap este, ahogy ültem itt az arénába, és láttam a 100%-ig megtelt arénát, és tudom azt, hogy a Szimacsarnokban is a Pót rendezvény helyszínen is sok százan voltak. Láttam az embereknek az örömét, ahogy felállva tapsoltak, énekeltek, vagy ahogyan sokan, több ezren előre jöttek, és az életükben egy fontos döntést hoztak, hogy elfordulnak attól a rossztól, amit felismertek, és odafordulnak Isten segítségét elfogadva, egy másfajta életet szeretnének élni. Nos, mi az, ha nem egy visszajelzés? Méghozzá nagyon erős visszajelzés arról, hogy érdemes egy ilyen fesztivált megszervezni. Örülök, hogy egy olyan alkalmon lehettem, amikor nem is az érzelmek voltak a dominánsak, hanem igazándiból megerősítés volt számomra sok tekintetben. Elgondolkodtam azon, illetve amit eddig is tudtam, hogy mennyire fontos az, hogy erről az üzenetről beszéljek az embereknek, csak sokszor az van előttem, hogy talán elbonyolítjuk. Isten üzenete nagyon egyszerű és világos, és ugyanakkor azt látom, hogy ebben a világban nagyon sokféle helyről jön sokféle üzenet, és szükséges az, hogy azt átadjuk. Nagyon egyszerű lenne szóban, de azt látom, hogy nagyon fontos, hogy aki képviseli, képviseljük, hiteles élettel, egyszerűen és természetesen tudjuk ezt tenni. Számomra az a megdöbbentő, amikor egy-egy gyülekezetben szolgálunk, ezt a tömeget nem látjuk. És egy ilyen találkozás mindig egy olyan hatalmas esemény nekünk, és ami megerősít bennünket, és hogy bizony ott vannak a keresztények a társadalmi életünk minden pontján, és betöltik a küldetésüket. Hiszem azt, hogy Krisztus egy olyan igazságot hordoz sok-sok ember számára, amely minden ember számára kérdésként fel kell tenni, hogy keresi-e ezeket az igazságokat, hogy nem. Én személyesen ezt tudom elmondani, hogy engem megerősít, mind Franklin Grahamnek a szolgálata abban, hogy ő Krisztust hirdeti, és számomra is gyakorlatilag örök életet adott Jézus Krisztus.